A küzdőszellemük szenzációs, és ha taktikailag egy kicsit hozzuk azt, amit elképzeltünk, akkor elképzelhető a siker is. Megtudhatunk valamit erről a taktikáról? Nagyon agresszív letámadó játék. Keresztúri jön előre. Ugyanoda teszik vissza, ez jó összjáték. Keresztúri belövi, és ott lehet a gól. Pászkoló kiejti. A legnagyobb helyzet eddig a mérkőzésen, Pisont előtt csúszott el a labda. Most nincs les, mert Bánfi bent van. Bemozgó emberek, Sforza veszi le, rálövi gól! Hát hamar válaszoltak, mit mondjak? 10. perc. Sforza a gólszerző. Egy brilliáns kontra, kevés húzásból beközépre, Sforza leveszi, és aztán rádől teljesen tisztán, még akkor sincs ott védő, és vég fölött bevarja. Quentin. Grassi. Sforza egyből vissza neki, és csak egy védő van hátul, Keresztúri. Abszolút gólhelyzet, 100%-os zicser, na náhogy belövik. 2-0. Szobiát. perc, egy elképesztő hiba, így kitámadni, ilyen fejetlenül. Keresztúri nem ér oda, Grassi átteszi, és Szobiát, az argentin-svájci igazít egyet, majd elgurítja vég mellett. 2-0. Borzasztó rossz a védelmünk. Hát megint ilyen egyedül. Pisont. Klaus fejelt fölé. Ez jó volt. Én így keményen védekeznek, de úgy érzem, hogy a két gól ellenére az pariba vagyunk a svájcak. Másik fél időben megpróbálunk még jobb teljesítmény után. Úgy tűnt, hogy a társak a fejedet erőltetik, hogy úgy mondjam, az első fél időben. Hát igen, ez a utasítás volt a mérkőzés előtt, egy taktikai jelem, hogy a fejemre kell játszani inkább, meg a földön lábamra, mert én nem fogok elfutni és beadni. Mi köszönt vissza az első fél időben a megbeszéltekből? Nagyon keveset, borzasztóan meg van illetődve a csapat. Hihetetlen, nem is vártam ennyire, hogy meg legyen illetődve. Még a rutinos játékosok is, de hát ezt megpróbáljuk feloldani most. Hol tervez változás? Négy helyen. Bánfi, Urbán, Détári, Hamar, a négy játékos, aki öltözőben maradt, helyettük Márton, Eszenyi, Lipcsei és Halmai a második félidőre. Keresztúri, Pászkoló, a kapus első hibája, nem használjuk ki, Hottiger. Azt hiszem sokat változott a játékép az első félidőhöz képest, hogy érezted belülről, minek tudható ez be? Nem tudom, talán a cseréknek. Meg a jó fejmosásnak, amit a szünetbe kaptunk. Nagyon csalódott vagyok, hogy ilyen első fél időt produkáltunk. Köztük persze én is. Nem tudom, minek tudható be ez a játék. Nagyon szomorú vagyok. Viszont Klaus helyzet, és megfogja a kapus. Óriási volt. Itt Pisont közben, Eszenyi. Még mindig ő. Klaus vissza. Eszenyi ellövi, gól! Eszenyi! 30. perc a kihagyó svájciak mellett, Eszenyi szépít. 2-1. A kapus kiindul, Eszenyi átemeli, és ahogy elhagyja a lábát, már látszik, hogy bent van. Friss erőkkel újítottunk a másik fél időbe, frissek voltunk, sokat tudtunk futni, és én úgy érzem, hogy ezzel talán egy picit megleptük az ellenfelet, és a másik pedig az, hogy talán pontosabbak voltunk a másik fél időben. Sokszor többször járattuk körbe a labdát, és ebből talán gyors kontrakciókból sikerült olyan helyzeteket teremteni, hogyha kicsit talán szerencsésebbek vagyunk, akkor talán ki is tudtunk volna egyenlíteni. Tulajdonképpen a második fél időről érdemes beszélni. Az első fél időben több kulcsjátékos, úgynevezett jó játékos csütörtököt mondott. Sajnos ezt kell, hogy mondjam. Ettől függetlenül nagyon sokat kaptam ettől a mérkőzéstől, mert a második fél időben nyilvánvalóan egy alapos fejmosás után és egy átszervezés után több játékos egészen kimagasló teljesítményt nyújtott. Hát ez a mérkőzés folyamán a véggel abszolút mértékben nagyon nagy zicsereket fogott meg. Nagyon lukas volt a védelmünk időnként, hát most négy embert próbáltunk ki ott a belsőbe, még van kettő, a Lőrinc és a Kutor, akik nagyon, nagyon jól játszottak eddig.
és óriási meglepetés volt a Lipcsének a beállós játéka. Egyszerűen hibátlanul játszott, nagyszerű teljesítmény volt. És azt lehet mondani, hogy és a Klausz nagyon tetszett elől. És az eszenyű állítása is megítésen szerint igazolta a klasszisát, annak ellenére, hogy érződött rajta, hogy 5 mérkőzésen nem játszott. De hát türelem kell, össze kell állni ennek az együttesnek. Ami számomra mondom, meglepő volt ez a beállítodása a csapatnak, hogy ennyire megéletődötten játszott. Kit fog még kipróbálni, vagy hol érzi, hol lukas a csapat? Hát mindenképpen a Lőrincet. Lőrincet mindenképpen is, a Kutor Attila nagyszerűen védekezett, nagyszerűen játszott az orosz és a Luxemburg mérkőzésen. Ezt a kettőt még, de a Lipcsei az nagyon meggyőzött most ezen a mérkőzésen a beállós játékával. A Keresztúr is elokozott különképpen csalódást, egész jól játszott. A jobb oldalon Mracskó szintén nagyszerű teljesítmény jutott meggyőző, a középpályán voltak gondjaink. Középpályán voltak nagyon erős gondjaink, főleg az első félidőben. Másik félidőben a Halmai jól védekezett, jól jött el az emberéről, nem tudott már annyit játszani az irányító játékosuk. Tehát akkor már lényegesen szervezettebb volt a játékok, mint az első félidőben. Tehát nem voltak ilyen hézagok. És amit én terveztem, azt az agresszív letámadást azt nem tudtuk megvalósítani elsőben azért, mert így alakult, az első félidő agy alakult. De hát ez tulajdonképpen, ez volt az első mérkőzés ennek a csapatnak, és hát ha akarják, hanem ez van ebben a pillanatban.